2012. december 24-e, karácsony, Blaha Lujza tér, Magyarország, állítólag Európa. Állítólag Európa, és egyre nagyobb, egyre hosszabb a sor. Egyre hosszabb a sor az ételosztáson, és nem csak Budapesten, nem csak a Blaha Lujza téren, hanem szerte az országban. 2012 tündérmeség helyett rémálommá vált. Tízezrek álltak sorba a karácsony ünnepek alatt is az ételosztásokon. Ételért, meleg ételért, vagy éppenséggel adománycsomagért álltak sorba tízezrek Magyarország szerte. Tündérmeség helyett tehát rémálom, de a rémálom tovább fokozódik. Ez még csak a kezdet, hogy finom legyek. Most jön az Orbán-Matolcsi csomag újabb 850 milliárd forintos megszorítása. Orbán és Matolcsi urak, valamint az őket kiszolgáló 263 fős frakció 85 ezer forint per fő megszorítást rak minden magyar állampolgár nyakába a következő esztendőbe. Erre szokták mondani humorosabb kedvű emberek, hogy 2012 egy átlagos év volt, hiszen rosszabb, mint 2011, de még mindig sokkal jobb, mint amilyen lesz 2013. Valóban így van, 85 ezer forint per fő megszorítás jut jövőre Orbán és Matolcsi urak, illetve a fideszes politikusok jóvoltából minden magyar ember nyakába, hiszen már most is rosszabbul élünk, mint 4 éve, de ez tovább fokozódik. Egyre több ember elbocsátásáról adnak hírt, de akinek van munkája, azok közül is körülbelül 1,1 millió ember csak vegetál, a létminimum alatt él bőven. Összességében ugye tudjuk az adatot, mára a korábbi 3 millióról 4 millióra nőtt a létminimum alatt élőknek a száma. 4 millió magyar honfitársunk a létminimum alatt él, és ebből a 4 millióból 1,5 millió a szegénységi küszöb alatt is. Ez tehát az elmúlt 2,5 év termése, ez amire oly büszke lehet a kormányfő és csapata. Miközben tehát egyre több ember szegényedik el, miközben nem csak a szegénység nő, hanem a dolgozói szegénység, tehát a dolgozó, munkával bért kereső embereknek a lecsúszása is folytatódik, aközben a fideszes politikusok pedig azt látjuk, hogy dőzsölnek. A luxustól nem is látják, milyen az ország. Az Audik szélvédője mögül nem látják Magyarország valódi képét. Nézzünk csak pár példát. A fideszes politikusok megszorításokat szavaznak meg az embereknek, közben mondjuk Kövér László és több fideszes politikus jelentős részének rokonai zsíros állami állásokba kerülnek, ahol 5-7-800 ezer forintos fizetéssel büszkélkedhetnek majd a következő hónapokban. Közben pedig akár Óbudán, akár vidéken, akár a Blaha Lujza téren tízezrek állnak sorba az ételosztás során. Jakab István az országgyűlés alelnökeként 6 év alatt több mint 8 millió forint lakhatási támogatást vett fel etikátlanul, de lehet, hogy indokolatlanul is, ezt még majd meg kell vizsgálni, hiszen a hírek arról szólnak, hogy 6 éve nem is járt abban a lakásban, ami alapján ő lakhatási támogatást vett fel, mint vidéki lakos, közben pedig Budapesten lakik. 8 millió forint lakhatási támogatás Jakab István alelnöknek a képviselői fizetése mellé, közben pedig Óbudán, vagy a Blaha Lujza téren, vagy az ország számos pontján tízezrek állnak sorba meleg ételért. De a luxus autók iránt különös vonzalmat érző fideszes politikusoknak nem csak állások juttatására jut ideje saját maguknak vagy rokonainknak, hanem a megbízások mellett még luxus autókat is biztosítanak rokonainknak, családtagjaiknak. Így például a Magyar Villamos Művek vezére, Bai Csaba felesége egy luxus cégautót használt az elmúlt évben, az elmúlt időszakban, amiről óriás plakát is készült. Ez is azt jelzi, hogy nekik luxusautó, nem csak a vezetőknek, hanem a vezetők feleségeinek is, miközben egyébként a Blaha Lujza téren, Óbudán, vagy az ország számos más pontján tízezrek állnak sorba meleg ételért, ajándékcsomókért. Az ételosztásért sorban állók tömege egyre csak növekszik, és egyre több és több család is oda kerül, és egyre több dolgozó ember kerül oda, hogy neki már ingyen ételért kell sorba állnia. Meddig fog érni ez a sor? Kik fognak még sorra kerülni, ha már dolgozó emberek és teljes családok is sorban állnak? Ez az a kérdés, amire az Orbán kormánynak választ kellene adni, de úgy látjuk, hogy Orbán Viktoréknak egyetlen válasza a megszorítás, a következő esztendőre is egy megszorítás. Ezt a múltat, ezt a vircsaftot le kell zárni. Orbán Viktor egyszer azt mondta, hogy véget vetünk a vircsaftnak. Valóban így van, ma már magyar emberek milliói mondják, véget kell vetni ennek a vircsaftnak, amit Orbán Viktor és társai művelnek. Véget kell vetni ennek a vircsaftnak józanul, és egy biztos jövő építésébe kell kezdeni,
Éppen ezért a Magyar Szocialista Párt vezetői január 2-ával kezdődően elkezdenek egy egyeztetést arról, hogy milyen biztos jövő építsünk Magyarországon. Ebben ellenzéki mozgalmak, pártok, civil szervezetek egyeztetése is megvalósul. A Magyar Szocialista Párt tehát elkezdi ezt a munkát. Az idei év a programalkotási időszaka volt, a következő év pedig a szövetségkötések és a jövő építésének előkészítése éve lesz. Ha lezártuk a múltat, akkor egy biztos jövőt kell építenünk, ebben mindenkire szerep vál, mert az MSZP-nek az a célja, ne álljanak tízezrek az utcán meleg ételért, és ne 4 millió ember éljen a lépmű alatt Magyarországon, hanem jóval kevesebb, és ne 470 ezer gyerek éhezzen, hanem ha lehet, akkor egy se. Ez a mi célunk, ezért akarunk kormányt alakítani 2014 után.